ismét egy labda a jobb oldalra. Sokszor megtalálták őket, a jobb oldalon lévőket az első fél időben is, és az ott helyzet, és Revilla gólszerző. A 47. percben egyenlít a második fél idő elején a paksi csapat. Osvát az átvételt követően, ott láthatjuk a benhelyezkedő játékosokat, Könyves csúsztatja meg, és aztán Remili. Hát nem így képzelte el a Kaposvár a második fél időt, ez egészen biztos.